Jelentős fejlesztéseknek örülhetnek az idei strandszezonban a Csallóköz termálfürdőit felkereső belföldi és külföldi vendégek. A nagymegyeri és a dunaszerdahelyi fürdőben elvégzett modernizáció egyaránt a vendégek kényelmét szolgálja, valamint változatos szórakozását biztosítja. Nagymegyeren új nyári élménymedence komplexumot adtak át. Az eddigi vízfelület megduplázódott, és a létesítmény kapacitása 6500 főre emelkedett. A létesítmény ugrómedence, amelyik a érdekessége, hogy nem szabad benne úszni, hanem csak ugrálni. A sodrófolyó köralakú és egy impozáns, nagyon nagy méretű, 1440 négyzetméterű hullámmedence, amelyik imitálja a tengeri hullámokat. A nagymegyeri fürdőt tavaly több mint 650 ezer turista kereste fel, ezzel Szlovákia második leglátogatottabb fürdő létesítménye. Az új 4,6 millió eurós beruházással a nyári látogatottság növelése a cél. A vendégek többsége Csehországból érkezik és több napra jön. Az önkormányzat idegenforgalmi adóból származó bevétele tavaly elérte a 340 ezer eurót. A város 400 szállásadójának egy része még mindig illegálisan végzi a tevékenységet, az önkormányzat változtatni kíván ezen. Szeretnénk mindenképpen egy rendszerrel kibővíteni és arra ösztönözni azokat, akiknél laknak ezek a turisták, hogy igenis regisztráljanak be ebbe a rendszerbe és fizessék be ezt az illetéket, hogy ez a pénz a városra lesz fordítva. Azok a fejlesztések, amik az elmúlt 10-20 évben elmaradtak a városban, viszont a fürdőben megtörténtek, ezek most megtörténjenek, vagy legalábbis elinduljunk egy olyan úton, hogy a ideérkező turistának ne csak a fürdő legyen a cél, hanem ki tudjuk bővíteni a szolgáltatásokat úgy, hogy mellette minden családos vagy idei látogató turista megtalálja a számítását, és tudják a turisták elfoglalni magukat úgymond a városba. A dunaszerdahelyi termálfürdő az elmúlt években rendszer szintű fejlesztéseket hajtott végre. A létesítményben igyekeztek mindent korszerűsíteni. 2019-re a nagy úszómedencét is felújították, amely a technikai modernizációnak köszönhetően vízforgatós üzemmódban működik, vagyis a medence vizét már nem kell leengedni. Ennek pontosan az a hozadéka, hogy gyakorlatilag heteken keresztül a vendégek rendelkezésére áll, biztosítható a vízminőség, a vízhőmérséklet, úgy gondoljuk, hogy ez sokkal nagyobb komfortot jelent majd a vendégek részére. A strandolóknak biztosított vízfelület nyáron tovább nő, hiszen zajlik a fürdő területén lévő tó revitalizációja. A tóban színpad épül, amely esti szórakoztató programok helyszíne lesz. Egyrészt a tónak egy fürdő része kerül kialakításra, egy igazi tóparti strand, pihenő részekkel és mindenféle kiszolgáló létesítményekkel. Létrejön egy fahídas összekötetés a szigettel, ahol különböző attrakciókat tervezünk, és folyamatban van a kempingünk fejlesztése is, ahol szeretnénk a kemping közepén elhelyezkedő panziót teljes körűen felújítani és a kapacitását kibővíteni. A fürdő 2021-ben újabb nagyszabású fejlesztéseket tervez. A főépület bővítésével új hullámmedence, beltéri csúszda és elkülönített gyerekrész kerül kialakításra. Az idősebb korosztálynak melegvizes medencékkel és pihenőrésszel kedveskednek majd.